Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Dalos Zoltán vagyok, és ezen a csatornán láthattok többféle videót. Láthatok vlog jellegű videókat, jellemzően üzleti vagy utazós témákban, illetve egy interjú sorozatot, aminek Random Show volt a neve, ami random időpontban, tehát véletlenszerű időpontokban és helyszínen van, és egy közös van benne, hogy inspiráló vagy érdekes emberekkel beszélgetek. És ezt a mai részt egy ilyen rövid, ilyen kis beszélgetős résznek szenteltem, vagy szántam, hiszen egy nagy mérföldkőhöz érkezett így ez a csatorna, illetve mondjuk más oldalam is. A YouTube-on most érjük el, vagy most értük el az 1000 feliratkozót, és arra gondoltam, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy kicsit tekintsünk vissza, és beszélgessünk erről az egész videózásról, meg hogy mit jelent ez az 1000 feliratkozó. Amúgy zárójel, ezzel egy időben a Facebook meg az Instagram most közelíti a 2000-et, tehát mind a kettő egy ilyen szép kerek számhoz ér, és tök érdekes, egyik oldalról van, aki azt gondolja, hogy hú, ez tök nagy, tök jó eredmény, és tök jó a minőség ezeknek a videóknak. Van, aki meg, hogyha megnézzük, akkor többszörösével 100 000, 200 000 feliratkozóval rendelkezik, és mondjuk sokkal-sokkal több megtekintés van a videóin. És én ezzel az egészen úgy, és ja, meg többen kérdezték, hogy miért csak 1000, és hogy ők azt hitték, hogy az a 10 000, vagy hogy 1-0-val elnézték az egészet, de hogy nem, tehát hogy ez igazából 1000 feliratkozó, és ez mind valós, tehát nyilván ebben ez szépen lassan összegyűlt itt az elmúlt 2 év alatt, és hogyha nem találkoztunk még esetleg, akkor nagyon röviden annyi a sztorim, amit érdemes tudni, hogy szinte napra pontosan kereken 2 éve, 17 tavaszán kezdtem el videókat csinálni. Hát és az elején ugye teljesen ilyen esetlenül, kis bénán, nem is nagyon tudtam igazából a célját, hogy miért csinálom ezt az egészet, nekem nem volt semmilyen ilyen előképzettségem, ezt nem tanultam korábban, nem is gondolom magam annyira kreatívnak, tehát én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen analitikus rendszerben látó ember vagyok, sokkal inkább, mint kreatív. Viszont azt éreztem, hogy a videókkal valahogy én sokkal könnyebben ki tudom fejezni magam, nekem iszonyatosan nehéz írni, nehéz koncentrálni órákon át, és egy fehér A4-es papír fölött ülni, és abban valami összefüggő mondatokat varázsolni. Nekem ez iszonyatosan nehezen megy, viszont az, hogy most felmondjak egy 10 perces videót, valahogy ez nekem sokkal-sokkal természetesebb. És hát akkor jött a felismerés, hogy basszus, ezek az eszközök egy, ingyen vannak, tehát itt van rendelkezésre, áll, és kettő pedig az, hogy ma már az égvilágon semmi nem kell hozzá, hanem csak egy okos telefon elő kell venni, most már jó minőségű kamera van benne, és el kell mondani amit gondolunk, és amivel valószínűleg mondjuk tudjuk edukálni, vagy oktatni a közönségünket. És igazából 2 év, és az elmúlt, hát ugye 18-ban ért már el 100 000 megtekintést a YouTube is, meg 100 000 megtekintést a Facebook oldalon lévő videók is, tehát az én kis dimenziómban ez így tök nagy eredménynek számít, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok, és látom most már a rendszeres visszatérő vendégeket, látogatókat, és ez tényleg egyik oldalra egy tök nagy elismerés, meg egy nagy felelősség is, hogy mi az, amit tudok nektek adni, és milyen olyan értékek vagy gondolatok lehetnek, amit mondjuk érdemes megosztani, és érdemes róluk videót csinálni. És szerintem itt az én példám mondjuk tök jó arra, hogy mennyire nem a követőtábornak a mérete számít, tehát hogy nem a méret a lényeg, de hogy tényleg az, hogy valakinek most 500 feliratkozója van, vagy 1000, vagy 2000, vagy 5000, valójában teljesen tök mindegy, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen tök félre vezetheti az egészet, vagy tévútra viheti az egész stratégiátokat, hogyha az a célotok, hogy minél több ember kövessen, mert ez tökre nem jó. Erről már viszonylag sokszor beszéltem, vagy hallhattátok így a videókból, hogy van ez a könyv, az a 1000 True Fans, az 1000 igaz követő, vagy 1000 igaz barát, valahogy így lehet fordítani, ami arról szól, hogy valójában ez az 1000-es szám, ez egy ilyen mágikus szám, hogyha van 1000 olyan követőd, aki ott hagy nálad minden évben, itt amelyen 10-20 000 forintot, hát akkor elég jól megélsz már belőle, mondjuk magyar, vagy akár még nemzetközi viszonylatban is. Tehát, hogy nincs szükség óriásan egy követőtáborra, és szerintem egy nagyon nagy kérdés van, hogy mi a cél ezzel az egész videózással, mert én ezt is többször elmondtam, hogy nekem a videó az nem cél, hanem eszköz. Tehát én nem azért videózok, hogy én videókból pénzt keresek, hanem a videó nekem csak egy eszköz arra vonatkozóan, hogy el tudjam mondani a gondolataimat,
és valamilyen szinten el tudja mérni azt a célközönségemet. És az egyik kedvenc marketingesen mai napig a Gary V, Gary Vaynerchuk, biztos hallottátok, nagyon-nagyon hangos és nagyon hangosan tolja így az okosságokat az online világban. És neki van az egyik könyve, az a Jab, 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 Right Hook. Ez annyit jelent, hogy ez ugye a boxból vett át egy ilyen analógiát, vagy egy ilyen összehasonlítást, hogy adj mindig a közönségednek, és egyszer csak majd kérjél. És tök érdekes, hogy amióta én így figyelek rá, vagy hallgatok, folyamatosan azon gondolkozok, hogy mi lehet vajon az az érték, mi lehet az a hasznos gondolat, amiért mondjuk itt maradtok, és amiért vissza fogtok jönni holnap is. És én sokszor ez a nehéz ugye a kommunikáció meg a marketingben, az ügyfeleknél is látom, hogy sokan gondolkoznak, hogy jó, de mi a szarról beszéljek? Tehát mi az, ami érdekes lehet? És közben meg tényleg az a tapasztalat, hogy a legkisebb apróság is lehet érdekes. Lehet, hogy azzal tényleg csak egy kis inspiráció, morzsát adsz az embernek, és mit tudom, jobb lesz a napja, és mondjuk azzal adtál értéket. Lehet, hogy egy konkrét információt tudsz elmondani mondjuk a videóba, hogy hogyan készül a világ legjobb almás pitéje, amit tudsz sütni, és akkor ennek a receptjét osztod meg valakivel. Tehát igazából ezerfajta érték lehet. A kérdés az, hogy tudod ezt a lojalitást kiépíteni, hogy tényleg figyeljenek rád az emberek. Na úgyhogy mondom, tehát így a legnagyobb tanulság ezzel az, hogy nem is kell ennél sokkal nagyobb követőtábor, hanem arra kell koncentrálni, hogy tényleg minőségi legyen az a tartalom, és majd jön vele a mennyiség is, meg a követőtábor is, de hogy ez nem lehet jó cél. És még egy gondolat ehhez, hogy visszagondoltam mostanában erre a 2 éves időszakra elég gyakran, és kis túlzással majdnem mindent a személyes márkaépítésnek és a videózásnak köszönhetek. Úgyhogy én ennek nagyon-nagyon nagy híve vagyok, hiszen tényleg ez az, amivel leginkább tudok mondjuk bizalmat építeni, amiért mondjuk visszatérnek tényleg így a látogatók, és most látom így igazából 19 elején, tehát mondjuk 2 év eltelt, és most érzem azt, hogy ugye ez kezd beérni, és kezd összeérni. Azt, hogy többször hívtak most már előadni különböző rendezvényeken, fesztiválokon, meetupokon, kerekasztal beszélgetésekben, ami tök megtisztelő, hogy tényleg azt gondolják, hogy ezzel tudok értéket adni. Az, hogy egyre több ügyfél keres meg, ugye nekem a fő tevékenység az alapvetően marketing, meg kommunikáció, tehát teljes körű szolgáltatást nyújtunk kisvállalatoknak, aki még nem akar fölvenni egy főállású marketingest, de már érzi, hogy erre szükség lenne, és érzi azt, hogy nagyon-nagyon kéne az, hogy valaki ezt tudatosan építse. És hát ugyanúgy, ahogy magamnak is, ugye készítem a videókat, a blogbejegyzéseket, a podcastet, stb. Valójában én ugyanezt csinálom az ügyfeleknek, és próbálom valamilyen szinten vagy a személyes márkájukat, vagy a céges márkájukat fölépíteni, hogy ugyanezt ők is el tudják érni. Úgyhogy visszagondolva még egyszer, tehát én nagyon sok mindent ennek köszönhetek, és emiatt én bátorítok is mindenkit, hogy kezdjen el foglalkozni a személyes márkával, kezdjen el tudatosan kommunikálni a világba, mert mindig kommunikálunk, csak vagy tudatosan, vagy tudatalanul, de hogy mindig valamilyen szinten hatunk a környezetünkre, és nyilván ezt érdemes tudatosan csinálni. És tényleg az elmúlt egy évben az összes ügyfél megkeresést, az összes rendezvényfelkérést, a saját rendezvényemet, azt, hogy most már az elmúlt 2-ben teltházas rendezvényt tudtam csinálni. Ezt mind valójában ennek köszönhetem, hogy van egy saját kommunikációm, és van egy saját platformon, saját felületem, ahol ezt meg tudom osztani. Úgyhogy igazából csak ennyit szerettem volna ebben a részben elmondani, hogy kicsit így a tapasztalatok ezzel a 2 évvel, és higgyétek, hogy nekem is iszonyatosan nehéz volt az elején, amikor fél az ember a visszajelzésektől, hogy most ez ciki, nem ciki, most ez gáz, hogy én most kiteszek egy videót, ki mit fog gondolni erről az egészről, de valójában ki nem szarja le, tehát hogy sokkal inkább azt kell nézni, hogy basszus, ez itt van, ingyenes ez a lehetőség, senki és semmi nem gátol meg abba, hogy elmond a gondolataidat a világnak, és ezzel tudsz ügyfeleket szerezni, barátokat szerezni, kapcsolatot építeni, és sokkal könnyebb kiépíteni magadról egy olyan képet, hogy ami jó lehet tényleg akár az ügyfélszerzésnél, bárhol jól jöhet igazából a világban. És tényleg egy szakértővé tud pozícionálni téged ez a fajta kimenő kommunikáció nagyon gyorsan. Úgyhogy még egyszer én bátorítok mindenkit, hogy aki ebben gondolkozik, az ne halogassa, mert nekem tényleg ennek volt köszönhető gyakorlatilag minden az elmúlt 2 évben. És nagyon szépen szeretném megköszönni a figyelmeteket.
mind a Facebookos közel 2000 főnek, aki figyel rá, mint pedig a YouTube-on, ugye most átléptük az 1000-es számot, úgyhogy ja, érdekességképpen még egy számos visszanéztem kereken fél éve, tehát szeptemberben volt egy ilyen kis videós kihívás magamnak, amikor 15 napon keresztül 15 videót elkészítettem, és pont akkor megismertem így, hogy ez a 15 nap ez mit eredményezett, vagy milyen változást hozott így a követő számba, és akkor jártam körülbelül pont a felénél, tehát a YouTube-on akkor lépte át az 500-as követő számot, a Facebookon meg ilyen 1100 környékén. Tehát gyakorlatilag az elmúlt fél évben sikerült ezt a számot duplázni, ami mondom megint csak, tehát hogy így a nagyobb influencerek meg celebek számaihoz képest ez igazából semmi, viszont mégis elég ahhoz, hogy adjon egy stabil alapot arra vonatkozóan, hogy tényleg akár az ügyfélszerzés segíti, akár pedig a többi bizniszt, és bár közvetetten, de végül is meg lehet belőle élni. Úgyhogy bátorítok mindenkit, még egyszer nagyon köszönöm a figyelmeteket, és ha van bármilyen kérdésetek, akkor használjátok ki ezt a lehetőséget, írjatok egy üzenetet nekem privátba, akár a Facebook oldalon, e-mailben, vagy itt kommentet a videó alatt, és nagyon szívesen megválaszolom ezeket, hogyha marad bármilyen kérdés bennetek. Na, még egyszer köszönöm szépen, további szép napot, és jövünk a következő 100 000 videóval. Sziasztok!